Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ezt a 2020-as húsvétot megelőzően kicsit furcsa lesz ez az idei húsvét, és földerenked bennünk az a kérdés is, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között húsvétot ünnepelni. Húsvétot lehet ünnepelni, de a húsvétnak elsősorban bennünk kell megtörténnie. Az evangéliumi történetekben, amelyek a Húsvétról szólnak, sok meglepő fordulat található, és ezekben a meglepő fordulatokban van nekünk is most az idei évben részünk. Az egyik kedvenc Húsvéti evangéliumi történetem, amikor az Emmauszi tanítványok mennek és találkoznak Jézussal, szomorkodva, mennek az Emmauszi úton, el vannak keseredve, mert nem értik mindazt a történést, aminek részeseivé lettek. Nem értik, hogy az a Jézus hová tűnt, akiről azt remélték, hogy ő lesz a messiás. És valami ilyen reménytelenségben, ismeretlenbe való tartásban vagyunk mi is ebben az évben a húsvéthoz közeledve. Az Emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben, fölismerik a Szentírás szavaiban, és ez a mi lehetőségünk is Jézust fölismerni a kenyértörés közösségében, amirehez most ugyan Ritkábban jutunk hozzá, de megvan bennünk ezeknek a régi emléke, régi szentmiségnek az emléke, amelyben részesülhettünk. Most valahol ebben az idei húsvétban, valahol ezekben, ezekből az emlékeinkből is kell tudnunk élni, föleveníteni az Istennek a szeretetét, azokat a történéseket, amelyeken átmentünk a az elmúlt időszakban. A húsvétnak a hit titkát, a hitvallás úgy fejezi ki, hogy harmadnapra föltámadt a halottak közül. A húsvéti valóságba, Jézus föltámadásába vetett hit, az mindig az ember szabad elhatározásától is függ, jól lehet az új szövetségi beszámolók eléggé megalapozottak. A húsvétban az is megmutatkozik, hogy mi az Isten terve az emberrel, a halál hatalma, a szenvedés, a betegség alatt álló emberrel új életet teremt az Isten az ember számára, és ez az új élet, az elsősorban az örök életre irányul. Jézus Krisztus az ős mintája ennek az embernek, mindenki, aki Krisztusban van új teremmény, a régi megszűnt és valami új valósult meg. Csendes ünnepünk lesz a megszokottól eltérő, de a szívünkben, a családunkban és az egyházunkban ez az csendes ünnep mégis valami nagyot szólhat. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, reformátusokat, katolikusokat, evangélikusokat, más felekezethez tartozó testvéreket egyaránt. A húsvét evangéliumát szeretném olvasni, úgy, ahogy az írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 24. részében, annak elsőtől a 12. tartó verseiben. Így szól Isten igéje. A hét első napján pedig korahajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szekezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk, Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtől, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja Mária és más le, velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet. És nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Így szól Isten igéje. Kedves testvérek! A húsvéti evangélium megszólít minket. Húsvét hajnalán, az első húsvét hajnalán az asszonyok a sírhoz mennek, Jézust keresik, a halott Jézust, de nem találják. Egészen másképpen alakul a húsvét története, mint amire ők számítottak. Mondhatjuk, hogy mi számunkra is ez a mostani húsvét rendhagyó. Egészen más, mint amire talán néhány héttel ezelőtt számítottunk, amikor elterveztük a hosszú hétvége programját, a kirándulást, a szabadidőt, a családdal együtt töltött időt, elterveztük, hogy mit készítünk az ünnepre, sok minden most más. Másképpen alakultak a dolgok. De ahogy ezek a husvét reggelén Jézus sírhá, sírjához induló asszonyok is meglepődnek, csodálkoznak, félelemmel telnek meg, ugyanakkor az élő Jézussal találkoznak. Azt gondolom, hogy így lehetséges a számunkra is, ha nem csak a külső dolgokra nézünk, hanem a hiányt keressük, hogy mi hiányzik most, mi az, ami rendhagyó, ami eltérő, ami másképpen van, hanem a lényegre koncentrálunk. A lényeg pedig az, hogy az élő Krisztus jön felénk, közeledik, szólít meg bennünket, ahogy az asszonyokat, ne féljetek, én vagyok az. Ez a Jézus az, aki ma minnyájunkat szólít, ne féljetek, én vagyok az, veletek vagyok. Ebben legyen velünk, Isten áldása ebben a mostani helyzetben is, hogy az élő Krisztussal való közösséget megélhetjük valóban úgy is, hogy otthon vagyunk, akár egyedül, a TV képernyője, az internet segítségével egy közvetített Isten lélekben mégis résztvevőként megtörhetjük mi reformátusok otthon, családi körben, szeretteinkkel, szűkkörben is a kenyeret, az úrvacsorai sákramentumot is így vehetjük, lehet családi Isten tiszteletünk. Sok minden más, nem a nagy templom, nem a nagy közösség, de talán Isten ezzel a mostani helyzettel pont arra figyelmeztet bennünket, csendesedjünk el. Abban a nagy rohanásban, ami jellemezte az életünket korábban, és sokszor az ünnepünket is, hogy nincs leállás, most Isten valamiképpen figyelmeztet szinte kényszerít arra, hogy leállva, elcsendesedve, elgondolkozva, ráfigyelve éljük az életünket. Húsvéti evangéliumot hallottuk, ebből egyetlen verset idézek, amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. A húsvét hajnali történet két fontos, de látszólag negatív motivumon alapul, a rendetlenségen és a hiányon. Az asszonyoknak dilemmát okozott, hogyan is fogják elhengeríteni a követ a sírról. De abban biztosak voltak, hogy ott találják Jézus testét. Helyette a világ történelem legnagyobb csodáját élték át a rendetlenségben és a hiányban. A kő elhengerítetett. Jézus teste nincs ott. A legnagyobb hiány lett ami mi husvéti ünnepünk alapja. Ez az ünnep varázslatosan rendhagyó. Hihetetlen nagy öröm lett a számunkra a Jézussal való találkozás, a feltámadás öröme. Legyen ilyen a mi ünnepünk is. Amen. A kereszténység legnagyobb ünnepére nagy péntekre és húsvétra készül az egész világ. Akkor, amikor nagy és húsvét a keresztény hit alapját, Jézus halálát és feltámadását hozzá elénk, hitünk alapjáról beszélünk. Nagy ünnepén, ahogyan a mögöttem lévő oltár terítő fekete színe is jelzi, Krisztus haláláról emlékezünk meg. A Filippi levél Krisztus himnuszából ez a mondat áll előttünk. Jézus Krisztus engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig. Ebben a mondatban benne van Jézus szenvedése, benne van Jézus szenvedésének vállalása. Az, hogy ő az atya akaratából indult el és vállalta ezt a halált. De nagypéntek ünnepében benne van Jézus győzelme is hiszen a kereszten, bár ő meghalt, mégis ott győzte le a nagy kísértőt, az embert mindig elpusztítani szándékozó sátánt. Éppen ezért nagypéntek a szomorúság a gyász mellett mégis a győzelemről is beszél. A győzelmet teljesíti ki Isten húsvét hajnalán, amikor is a sírból előhozza szeretet fiát Krisztust. A jelenések könyvében, az első fejezet 18. versében olvassuk: Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örökkön, örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A mostani napokban, hetekben még inkább hangsúlyos Jézusnak a bizonságtétele, a feltámadt Úr mondata, hiszen mindannyiunk számára megerősítő és reménységet keltő az, hogy Jézus ma is uralkodik, ma is él. Erről beszél az üres sír, erről beszél számunkra a kiteljesedett húsvéti győzelem. Ezen a mostani ünnepen nehezen éljük meg azt, hogy templomaink üresek, és megpróbálunk mindenfajta módon eljutni testvéreinkhez, azzal az üzenettel, azzal a Krisztusi bizonyságtétellel, amely az életgyőzelméről beszél. Nem adhatunk úrvacsorát, nem élhetünk most Krisztus testével és vérével, de talán megnő az a vágy, hogy amikor majd újból együtt lehetünk a templomi közösségben, újból vehetjük az Úr testét és vérét, még inkább megéljük azt a közösséget, amely az élő Úrral köt össze bennünket. Legyen ez a mostani ünnepünk éppen ezért ennek a bőti vágyakozós időszaknak az alkalma, és adja, hogy az ünnepen tudjunk elcsendesedni, Istenhez fordulni, Istenhez kiáltani. Uram írgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram írgalmaz. Te, aki az élő Isten vagy, ments meg bennünket. Amen.